a bevonulás ünnepélyes pillanatai. A bádogos, kőműves, pincér, női ruhakészítő, valamint a szociális gondozó és ápoló osztályokból összesen 101 végzős sorakozott fel a városi sportcsarnok küzdőterén. Osztályfőnökeik ünnepélyes keretek között tűzték be a lyukra azokat a bizonyos szalagokat, amelyek azt jelzik, hogy ezek a tanulók már érett felnőttként teszik meg azt a néhány lépést, amely középfokú tanulmányaikból maradt. A diákok többsége azt mondja, nagy izgalommal várta ezt a pillanatot. Én nagyon szeretem ezt az iskolát, sok jó barátom is ide jár, a társaság és a tanárok is nagyon normálisak, kedvesek velünk. Az egész tanév során segítőkészek voltak, mindenben segítettek. Hogyan emlékszel vissza, milyen volt ebbe az osztályba járni? Mesélj egy picit magatokról. Az elején még nagyon szokatlan volt, mert ugye nem ismertem senkit, vagyis pár embert ismertem, kikérik korából is barátaimat, de nagyon nehezen szoktunk össze, de mostanában már nagyon összekovácsolódtunk, nagyon jó osztály lettünk. Bár még az utolsó megmérettetés előttetek áll, hogy gondolod, beváltotta az intézmény a hozzáfűzött reményeket? Igen, persze, mindenben segítettek ugyanúgy, külön órákat tartanak majd később a vizsgák során, vizsgák előtt, segítsenek minket a felkészülésben. Milyen érzés itt lenni a szalagavatódon? Hát most nagyon izgatott vagyok, meg izgulok, de nagyon vártam már. Hogyan készültetek rá osztályszinten? Hát a táncpróba az elég lassan sikerült, úgymondva, hogy nem nagyon akartak táncolni, de helyre rázottunk, úgyhogy a tánctanár is nagyon normális volt. Nagyon kedveljük őt is, sokat próbáltunk, egy nap többször is, több óra hosszá, de sikerült, normálisan megcsináltuk. Hamarosan egy pici szalag kerül majd a balodra. Mit jelképez ez számodra? Hát, hogy már a nagybetűs életbe kerülök, el tudok majd állni dolgozni, családot alapítani, meg ilyeneket. A sportcsarnok lelátója zsúfolásig megtelt ezen a délutánon, hiszen a szülők, barátok, rokonok is együtt ünnepeltek a végzősökkel. De nem csak a diákoknak és hozzátartozóiknak ünnep egy ilyen alkalom. Pedagógus, osztályfőnök és intézményvezető is egyaránt együtt örül a tanulókkal. A szalagavató az már tényleg az utolsó nekifutásnak a kezdete, és innentől már nagyon élesbe mennek a dolgok, hisz készülünk a szakmunkás vizsgára, és a ballagás után már el is kezdjük az írásbelit, és bizony nagyon komolyan kell készülni az utolsó hónapokban a végső megmérettetésre. Intézményvezetőként milyen egy ilyen rendezvény, milyen egy szalagavatót megélni? Mindig szívfacsaró érzés, mert vannak olyan gyerekek, akik nagyon közel kerülnek az emberhez, vannak olyanok, akik kicsit visszahúzódóbbak, de ők is aranyosak, mindent megtesznek, mert aki már ide elér, az már jelent valamit. Tehát az azt jelenti, hogy volt kitartása, volt segítsége úgy a pedagógusoktól, mint a szülői háztól, és itt kiemelném a szülői ház fontosságát, mert ma már csak azok a gyerekek érnek el a szakmunkás vizsga végéig, akik mellett ott vannak egy emberként a szülők. Nagy boldogság számomra látni, hogy így felnőttek, így körülöttünk, megkomolyodtak, megemberesedtek, remélhetőleg meg is okosodtak egy kicsit, úgyhogy jó, szép évek vannak mögöttünk. Mint osztályfőnök, van esetleg olyan élmény, olyan esemény, ami ilyenkor eszébe jut, amikor ezek a fiúk felsorakoznak ide, hogy megkapják a szalagokat? Amikor büszkék lehetem rájuk, nekem az szokott eszembe jutni. Amikor sikerült olyan gyakorlati munkákat végezni városszerte, amelyekkel igazán maradandó értéket tudtunk teremteni. A diákok nagy izgalommal készülnek erre a napra, de milyen érzés osztályfőnökként megélni egy ilyen eseményt? Izgalmas, izgalmas, mert a mai nap az ünneplésé és a szórakozásé. A diákok azok tánccal készülnek meglepni a szüleiket. Reméljük megfelelünk majd az elvárásoknak. A 13. K-osztály Bajor Sörtánca végül nagy sikert aratott a nézők körében. De nem csak ezt a produkciót, hanem stílustól függetlenül minden koreográfiát vastapssal jutalmazott a közönség.